A csíki emberek élen járnak a polgári öntudatban, hangzott el az urnazárást követő sajtótájékoztatón Csíkszeredában. Erőt mutatott fel a székelység, mondta az RMDSZ csíki területi szervezetének elnöke Borbój Csaba, hozzátéve, országos szinten a csíki régió a második ebben a tekintetben. Itt az elmúlt 13 évben azt gondolom, hogy töretlenül tudtuk tartani a szintünket. 13 éve vezeti a szövetség csíki szervezetét, azóta folyamatosan a legerősebb szavazóbázisnak számít a csíki térség, mondta a sajtótájékoztatón Borbój Csaba, a területi szervezet elnöke. Borbój akárcsak a jelöltek megköszönték a szavazók bizalmát, és megerősítették, hogy Székelyföld fejlődésért fognak dolgozni. Az új parlament a mély vízbe lesz dobva, hiszen évvégén járunk, egy költségvetést kell elfogadni, na meg persze elsősorban egy új kormányt. Az összes kormánytagnak a meghallgatásával és a többivel együtt, valamint ugye az RMDSZ a kormányzattal kapcsolatban ki is kell alakítson a többi parlamenti párttal egy megfelelő együttélési formulát, szóval ezek lesznek az elsődleges dolgok. Romániának óriási összegek állnak a rendelkezésére, hogy rövid időn belül, 6 év alatt rengeteg pénzt elkölthessen útépítésre, vasúthálózatfejlesztésre, akár repülőtérfejlesztésre is, és ezekből Székelyföld sem maradhat ki. Feladatunk az, hogy a nagy projektekből ide Székelyföldre hozzunk, pénzt hozzunk, infrastruktúrát fejlesztünk. Hargita megye északi régióiban lényegesen kevesebben szavaztak. Míg például Csíkszereda egyes körzeteiben akár 45%-os részvételt is jegyeztek, vagy Csíkkarcalván 57%-osat, Marosjévízen alig érte el ez az aránya 20%-ot, vagy például Galócáson a szavazati joggal rendelkezők mindössze 14%-a élt választói jogával.